Fantasztikus napot kívánok mindenkinek, szevasztok, elérkeztünk a Fanta kibeszélő legújabb részéhez, ahol hazánk egyik büszkeségével Szilágyi Liliánával fogunk forgatni, de hogy ki is ő, azt most nézzétek meg. Szilágyi Liliána 22 éves Európa-bajnoki ezüstérmes, ifjúsági olimpiai és Európa-bajnok magyar úszónő. Felmenői közt több az élsportoló, így nem volt kérdés, hogy Liliána élete milyen irányba fog terelődni. 2004-ben kezdett sportolni, majd 2010-ben az országos bajnokságon is érmes volt. 2011-ben aranyérmet nyert a magyar bajnokságon, az ifjúsági Európa-bajnokságon 100 méter pillangón negyedik, 200 méter pillangón ezüstérmes volt. De hogy hogyan is telnek egy sikeres élsportoló mindennapjai, és mi a legnagyobb motivációja Lilunak egy nap, az a mai Fanta kibeszélőből kiderül. Hölgyek, urak, már át is öltöztem, készülök az úszásra, de itt is van az úszónőnk, ciao! Szia! Hogy vagy? Jól, köszönöm, és te? Jól, nagyon vártam már, hogy forgassunk és beszélgessünk, éppen ezért készültem villámkérdésekkel, egyből ami eszedbe jut, rá kell vágni, jó? Jó, rendben. Akkor úszás vagy pihenés? Pihenés. Sport vagy pihenés? Sport. Zene vagy szöveg? Zene. Milyen zene? Rap. Ó, ez most nagyon spontán volt. Testvéremre találtam, oké? Okay. Karrier vagy család? Karrier. Nagyon jó kérdésem lesz, Fradi vagy Újpest? Fradi, hát milyen kérdés ez? Nem is mernél itt másodni. Oké, okay. Előtér vagy háttér? Előtér. De így versenyben vagy? Hogy szeretsz előtérben lenni? Vagy egy társaságban? Alapvetően elég kettős vagyok, mert szeretek a háttérben is lenni, szeretek megfigyelni dolgokat, és amikor már úgymond, hogy biztonságban érzem magam, akkor viszont szeretek az előtérben lenni. Uh-huh. Oké. Okay. YouTube vagy inkább tévé? YouTube. Insta vagy Facebook? Insta. Család vagy szerelem? Szerelem. Van most szerelmed? Igen. Ismerhetjük őt? Nem. Megismerjük majd. Lehet. Oké. Okay. Reggel vagy inkább este? Este. Mell vagy gyors? Gyors. Gyors vagy hát? Hát. Sportos vagy elegáns inkább? Elegáns. Víz vagy levegő? Víz. Rövid vagy hosszú? Hosszú. Katinka? Nem. Okay. Melyik a kedvenc Fanta ízen? Zero. Hát figyelsz a kalóriákra, meg cukorra, igen, kell. Dínye vagy csillaggyümölcs? Dínye, egyetem. Üveges vagy palackos? Üveges. Hát figyelj, szerintem akkor menjünk is be az uszodához, és tanítsál meg úszni engem, hogy belefulladok, hogy legyen bármis. Liliana, egy hatalmas térbe érkeztünk, de pontosan hol vagyunk? Fradi úszodában. Szeretsz itt edzeni? Amúgy milyennek tartott szakmailag? Milyen felszereltségű az úszoda? Szerintem teljes mértékben professzionális, úgyhogy szeretünk itt edzeni, meg egy elég ilyen családias hangulata is van. Viszont ha jól tudom, akkor hoztál nézőknek is valamit, üljünk le közben. Szóval ez egy úszósapka, ami azért különleges, mert ebben jutottam ki a mostani világbajnokságra. Hoztam volna régebbi sapkát is, csak eléggé hamar szakadnak nálam ezek a dolgok, úgyhogy ez egy ilyen elég különleges érzéssel bíró. Tulajdonképpen neked ezt mondhatjuk, hogy szerencsét hozott. Abszolút, igen. Uh-huh. Jó, hát hogyha szeretnétek megnyerni, akkor mindenképpen írjatok kommentet, ugyanis Liliana ajándékát és a Fanta közös ajándékát megnyerhetitek, és benne lesz abban az új íz is, ami a dínye csillaggyümölcs, úgyhogy érdemes kommentelni a videó alatt, várjuk azt, hogy ki legyen a következő kibeszélő szereplője. Hogyan emlékszel vissza az egészen kisgyermekkorodra? Tehát itt lehet bölcsi, ovi, mik így az első emlékképeid, ha vannak ilyenek? Uszoda. Nagyon sokat voltam az uszodába, és nagyon sokat ugráltam folyamatosan, és sellőnek képzeltem magamat. Tulajdonképpen az is lettél, mert a sellők gyorsan úsznak. Igen, mondhatjuk így is. Szó szerint bedobtak a mély vízbe amúgy? Tehát így emlékszel arra, hogy mondjuk úgy tanultál megúszni, hogy konkrétan mondjuk bedobtak a 2 méteresbe, és nem az ilyen gyerekmedencéknél kezdted? Én arra emlékszem, hogy szerintem nem kellett belökni, hanem mentem magamtól be a vízbe. Előbb tudtam úszni, mint járni, szóval... Ja. Azt mondjuk azért meredek, ez nem mindenkiről mondható el. Igen, mondom nekem, abszolút, tehát a víz maga az a lételemem, és az, hogy benne legyek, az is így. Uh-huh. Mikor érezted azt, hogy komolyabb irányba kezd menni az úszás iránti szeretet? Tehát körülbelül hány évesen volt az, hogy na jó, oké, eddig elúszogattam, meg tök jó, meg szeretem,
meg amúgy legszívesebben a strandon vagyok, vagy az úszodában, de hogy ebből még lehet is valami. Alapvetően ezen így nem gondolkoztam, szerintem így mentem tényleg így az árral, uh-huh. és így belekeveredtem. Látszódott már egészen kiskoromtól kezdve, hogy könnyedén megy a mozgás, jól megy az úszás, élveztem, és így nem tudom, így tényleg mentem az árral, nem gondolkoztam. Uh-huh. Liliana, milyen voltál te kamaszként? Amennyire vissza tudok emlékezni, nem igazán voltam olyan kifejezetten az a lázadó kamasz, aki majd megcsinálja, megmondja, meg visszaszól, vagy ilyesmi. Eléggé ugye a sport miatt, meg a tanulás miatt eléggé úgy benne voltam ebben a rendszerben. Szerintem kijelentettem, hogy egy kicsit el is csúszott ez, olyan 20-22 éves korom. Hát de várj, most 22 vagy, akkor most lázadsz? Igen, még mindig egy kicsit van bennem egy ilyen, na tessék, akkor majd én megmutatom című dolog. Nyilván azért nem annyira olyan szinten, hogy tudom, elszökek vagy ilyesmi. Tehát, mert most már elmehetsz. Igen, alapvetően igen, ennyi. Néha inkább önmagam felé veszem a lázadást, úgyhogy, ja. Amúgy alapvetően milyen lázadó dolgaid vannak, ha így konkretizálni kéne, akkor mondjuk egy vitában így nagyon ragaszkodsz az igazadhoz, vagy hogy ezt így felnőtt korodra most ezt mondtad, ez így miben, a gyakorlatban miben nyilvánul meg? A véleményemet kimondom kerekperez, tehát hogyha valakinek nem is tetszik, akkor is szépen oda mondom a szemébe. Nyers vagyok talán, ebben mondanám azt, hogy ilyen. Hogyan láttad te egyébként akkor a világot, tehát ilyen tizenéves korodban? Másképp amúgy, mint most, vagy pedig azért nagyon sok átfedés és hasonlóság van? Hú, abszolút. Nekem 15-ről 16-ra volt egy új évem, ahol tényleg konkrétan így egy ilyen realizálás az, hogy az a gondolatmenet, meg az a felfogás, amit én képviselek a világban, az nem jó. Számomra nem jó, nem élhető. És így teljesen egy ilyen, mintha elvágtak volna, és mondjuk a 4 évvel ezelőtti önmagammal nem is biztos, hogy tudnék beszélgetni. Hú, ez mondjuk azért nagyon éles váltás. Akkor ennyire más voltál? Abszolút, igen. Lehet, hogy külső szemlélőnek nem, de belülről egy teljesen másik embernek érzem magamat most, mint akkor. Hölgyek, urak, az fog történni, hogy mivel Liliana úszónő, ezért a víz alatt fogok vele interjút készíteni. Mindenki azt gondolná, hogy sikeres úszónő vagy, nagyon boldog vagy, és ez lehet, hogy most pont így is van, de hogy amúgy volt neked mélypont az életedben? Vagy akkor picit itt talán kilátástalannak látod a dolgokat? A bulimia, étkezési zavar, testképzavar, ez igazából egy ilyen tök lelki, lélekből kiinduló dolog, és nyilván a teljesítmény meg a maximalizmus miatt alakult ki. Nagyjából talán most mondhatom az első évet, hogy stabil vagyok, és tudom, hogy mit, hogyan kell ahhoz, hogy ne essek mondjuk vissza a gödörbe, mert ez egy olyan dolog tényleg, hogyha lelkileg nincsen jól az ember, akkor rögtön igazából ahhoz nyúl, és én 12 éves koromtól kezdve ezt csináltam. Nem is volt tudatos egyébként nagyjából egy 8 évig. Nem voltam tudatában annak, hogy mi történik, meg hogyan történik. Fokozatosan épült le a testem, meg nyilván az önbizalmam, meg ezek azért sérültek rendesen. És most, hogy már kigyógyultál ebből, mit tudnál tanácsolni esetleg annak a nézőnek, aki ezt felismeri magába, vagy szeretne változtatni? Hogyan kezdje el? Hát az első lépés az a maga a betegségtudat, mint minden függőségnél az, hogy tudatosuljon az egyénben az, hogy beteg és változtatni akar. Addig hiába mondja bárki, hogy figyelj, szarul csinálod, figyelj, nem jó, amit csinálsz, változtatni kéne. Ha az egyén az nem realizálja azt, hogy ő maga szeretne változni, akkor addig igazából semmi értelme nincsen semminek sem. És tanácsként annyit tudok mondani, hogy rövid az élet, élvezzük tényleg. Ez mondjuk hasznos, és ha már itt tartunk, akkor magasságok, mit érzel, hogy most például egy jó periódusodban vagy? Vagy voltak nagyon-nagyon magasságok az életedben, amikor minden úgy klappolt és minden rendben volt? Pillanatok, hetek, amiket vissza tudok idézni, amik így olyanok, hogy abból abszolút építkezem és visszagondolok, és tényleg az ad erőt, hogy a következő lépésekre. Most a mostani időszakom inkább egy ilyen stabil, nyugodt,
ilyen gyökeretverős és abból építkezős időszaknak mondanám, és tök építő, és nagyon élvezem. Fiúk, lányok, most az fog történni, hogy Liliánát kívom egy úszóversenyre, egy mellúszásra. A versenyszám. 3-2-1, ugrunk! A legnagyobb inspirációm, meg motivációm így igazából a tegnapi önmagam. Uh-huh. Mindig javulni és javulni az előző naphoz képest, és ezt próbálom szem előtt tartani, például naplót is vezetek, és uh-huh. akkor néha így visszanézem, hogy mennyit változtam, vagy mennyit változott a környezetem. Mikor voltál eddig a legjobban kimerülve talán? Vissza tudsz emlékezni egy olyan időszakra, amikor rettentesen fáradt voltál? 16-tól 20 éves koromig. Uh-huh. Én olyan szinten szerintem ki voltam égve minden szempontból, hogy... Akkor ez nem is csak egy nap vagy egy hét, tehát ez konkrétan évek. Igen, egy 4 év az nagyon kemény volt a gimnázium 9-től 12-ig. Uh-huh. Konkrétan abból állt a napom, hogy reggel 5-kor felkeltem, edzés, iskola, edzés, majd magánóra, mert ugye nem értem uh-huh. be az iskolába. Hétvégente még plusz edzés, meg még plusz külön órák. Tehát én 4 éven keresztül teljesen elvesztettem a fonalat abban, hogy úristen, a jövőm és a karrierem, és semmilyen kikapcsolódási pontom nem volt. És hát 20 évesen így észrevettem, hogy amúgy ez így nem lesz jó. Tehát olyan öregnek éreztem magam, olyan fáradtnak, hogy semmilyen motivációm nem volt ahhoz, hogy következőleg valamit így tűzből csináljak, és akkor így szépen így elkezdtem így visszavenni, megrendezgetni. Liliana, érkeztek hozzád rajongói kérdések, ezeket most én fogom tolmácsolni. Az első, Laura 22366, mi a te álmod? Köszönöm Laura a kérdést. Igazából a legnagyobb álmom az az, hogy egy stabil, boldog életem legyen, és ez egy elég ilyen snasz válasz, úgyhogy azt fogom mondani, hogy nagyon sikeres legyek, hogy beteljesítsem minden egyes gondolatomat, amit akartam valaha az úszással kapcsolatban, az életemmel kapcsolatban, magánéletemmel, mindennel kapcsolatban, tehát egy ilyen teljességgel egyszer majd leülhessek esetleg a tenger közepén a jaktomon, és kocsolgathassam a kis... Miközben jön a helikopter és száll le a jaktodra. Igen, és hozza a barátaimat, vagy az illetékeseket, és így akkor azt mondom, hogy rendben. Jó, nem vagyok ennyire anyagias, de azért ez így egy szép álomkép. Légy szíves, hogyha ezt beteljesülne, akkor hívjál meg, nagyon szépen köszönöm. Oké. Anna Halsz, 12, mi a fő célod? Fő cél igazából az, hogy a sport által egy olyan ilyen nyitott közösséget tudjak egy kicsit talán elkezdeni mutatni, hogy az ember ne féljen attól, hogy önmagát mutassa meg. Tehát uh-huh. oké, hogy sportolók vagyunk, meg sportoló vagyok, de attól függetlenül magánemberként is így mondjuk ugyanúgy megvannak a saját kétségeim, gátlásaim és küzdelmeim, és hogy így ne féljünk megosztani ezt a világgal, ne féljünk megosztani ezt egymással, és hogy egy ilyen nyitottabb közösség legyen. Ez egy nagy célom. Uh-huh. Budaházi Georgina, egyébként egy elég egyszerű kérdés, de amúgy jogos, szeretsz úszni? Ó, micsoda zseniális kérdés, igen. Hát ez egy nagyon összetett dolog, az úszás maga az életem. És mint az életemben is, ugyanúgy az úszásban is hatalmas hullámvölgyeket tudok megélni, úgyhogy globálisan igen, szeretem. Szeretem az életet, szeretem az úszást, de van, amikor a hátam közepére kívánom. És akkor hátúszásba szoktál menni ilyenkor. Igen, pontosan. Badumcs! Köszönjük szépen, illetve a kérdéseket is, azt is, hogy kommenteltek. Ne felejtsétek el leírni kommentbe, hogy ki legyen a következő kibeszélő részeknek a vendége, mert ti is tudjátok befolyásolni. Liliana, nagyon köszönöm neked az egész napi beszélgetést. Ha egyetlen egy mondatot mondhatnál a nézőknek, tiniknek, rajongóknak, fiataloknak, akkor mit üzennél nekik egy mondatban? Merjenek önmaguk lenni. Jó, ezt
Be is tudtuk. Nagyon szépen köszönjük, hogy néztétek a kibeszélő részét most is. Ne felejtsétek el, hogy nyerhettek is. Lilián egy úszósapkát ajánlott fel nektek, ami nagyon nagy szerencsét hozott neki, illetve a Fantától és Liliánától közös ajándékot nyerhettek. Ha kommentben megírjátok, hogy ki legyen a következő kibeszélő résznek a szereplője. Ne felejtsetek el feliratkozni, bekövetni Instán minket. Sziasztok!